1484-ben Pruisz János, nagyváradi római katolikus püspök, bályokon fából kastélyt tervezett a már meglévő Berettyómenti Fásligetbe, amit 1491-ben német kézműves telepesek fel is építettek. Ez a környezet és építmény tekinthető a későbbi angol park és kastély ősének. A birtok 1490-ben a somjai bátoriak, 1552-ben pedig a Szénási család tulajdona lett. Később a Kun, Tisza, Beck, Kabos családok következtek. A 18. században gróf Degenfeld református gróf tulajdonába került a birtok, majd ezt követően házasság útján a római katolikus Károlyi Tibor tulajdonává vált. A hatalmas arborétum közepén elhelyezkedő háromszintes főúri kastélyt gróf Károlyi Tibor és Degenfeld Schönbrunn Emma építette 1896-ban. Az eklektikus stílusban épült kastély eredetileg zsindellyel volt fedve, mely az 1900-es évek kezdetén leégett, a tűzvész után sima lemezzel borították be a tetőt. A főbejárat felett az átjáró, a sárga folyosó homlokzatán kapott helyet a Károlyiak címere. A kastély épülete két fő részből áll, az úgynevezett kis kastélyból, mely személyzeti épületként szolgált, valamint a nagy kastélyból. A kis kastély földszintjén a kávékonyha, nagykonyha, élelmiszerraktár és mosogató helységek, az emeleten pedig a ruhatár kapott helyet. A nagy kastély alatt egy több részre osztott pince található. A földszinten kapott helyet a nagy ebédlő és a nagy szalon. A szalonhoz tartozik két terasz, valamint a vadászterem, ahol egykor az üvegajtós szekrényekben vadászfegyvereket és lőszereket tartottak. Ez a szoba volt a dohányzó szoba is. Az iroda, azaz a gróf dolgozó szobája, egyben kisebb könyvtár is volt. A dolgozó szoba mellett volt a fürdőszoba és egy kis hálószoba. A földszintről körlépcső vezet a második emeletig. Az első emeleten voltak a családi hálószobák, a vendégszobák, valamint a gyerekszobák. A nagyobb szobákban gyönyörű olasz márvánnyal burkolt kandallók tették barátságosabbá a téli hideg napokat. A második emeleten rendezték be a tanulószobákat, kézimunkaszobákat, valamint a nevelő tanárok szobáit. A kastély keleti tornyában található még ma is a toronyóra. Az óra pontos ütését egykor a falu határában is lehetett hallani. A park területét árnyas utak szelték át. Volt egy teniszpálya is, ezen kívül több árnyas pihenőhely, filagória zsindellyel fedett, kerti bútorokkal, nyugágyakkal ellátott kellemes zugok, a kastélyt kiszolgáló kocsilovak és nyerges lovak istálója, valamint a kocsiszínek, kocsimosók a park végében voltak elhelyezve, ugyanitt laktak a lovászok is. Kocsilovaknak a Lipicait és a Nóniuszt használták, lovaglásra pedig az angol Telivért. Az eredetileg nyeregtetővel ellátott kastélyt 1914-ben alakították át romantikus stílusban. A meredek tetőzetet eltávolították, és pártázattal látták el, amitől angolos, várszerű jelleget kapott. A kastélyt később gróf Károlyi Imre örökölte, aki 1918 után elhagyta az országot, majd 1940-ben pár évre ismét Károlyi uradalom lett. A főúri birtokot 1947-ben kastélyostól államosították, előbb gabonaraktár lett, majd szanatórium. A Berettyó Széplaki kőolajkitermelő vállalat 1980 után üdülőközponttá alakítatta, hasznosítva a parkban talált termálvizet. Rendszerváltás után a kastély gazdát cserélt, a felújítások abba maradtak, és az épület fokozatosan romlásnak indult.